beszélni, el kellene, hogy mondják Bányai Kelemen Balázs, Orodi Eszter, Fognán Judit laudációját. Korán jöttem föl. Semmi. Most így hallgatod meg. Fogány Judit több mint 50 évvel ezelőtt lépett először színpadra. Pályája felét a Csiki Gergely Színházban töltötte. Neve összefordult azzal a korszakkal, amit kaposvári csodának szokás nevezni. Együtt indult Zsámbéki Gáborral és Aser Tamással. Meghatározó színésznője volt Babarczi Lászlónak, Gazdag Gyulának és Gotár Péternek is. 1978-ban Zsámbékival együtt a Nemzeti Színházba szerződött, de két évvel később visszatért Kaposvárra. 94-től egy évtizeden át szabadúszó művész, 2004-től a Szörkény Színház tagja. Alig hanem a legsokoldalú magyar színésznő játszott gyerekprodukciókban, operetben, musicalben, komédiákban, monodrában. Igazi lételeme a tragédia, amelyben szélsőséges, nehéz körülmények között élő nők igazságát tudja elvázolni. Alapításai soha nem egy oldalon. A legmélyebb pokolban tengődők életében is felfedezi a humort, de a komédiások tragikus lényét is megmutatja. Maximalista. A legkisebb epizód feladatot is alázattal és odaadó, elmélyült munkával formálja meg. Színházi szerepeinek száma meghaladja 160-at, és mintegy fél száz filmben és 20 tévéjátékban szerepel. Nevét azok is ismerik, akik nem látták színpadon, hiszen számos animációs sorozat az ő hangjának köszönhetően lett népszerű filmen, vagy hangos könyvként. Van művész, aki sorsunk részévé válik, akkor is, ha ez nem áll számít. Fogány Judit úgy beleépült az életünkbe, hogy lényegében magunkra emlékezünk, amikor szerepeit és munkáit próbáljuk felidézni. Látjuk a filmjeit, halljuk a hangját, s tudjuk, akkor volt velünk, ezer alakja közül épp abban az egyben, amikor ez meg ez volt fontos nekünk. És már-már megnyugtató, és sokak számára is vigasztaló kicsit, ha tudjuk, hogy ebben a jobban sikeres, nagy és teljes életben nem ment azért semmi se könnyen. Papírja például máj nincs. Van persze helyette számos díja, hazai és külföldi elismerése, és egy velünk szoros közelségben élt életem. Bravúros mozgású, csipogó Pinokkióját hosszú időn át játszott a nagy sikerrel. Aztán egyszer csak megérett egy másként megnyilvánuló lénye is. Pályájának felethetetlen állomása, Charlotte Corday mély és sötét megszólalása a kaposvári Marasszád előadásban. Szerepeinek száma felsorolhatatlan. De volt ő önkormányzati képviselő is a rendszerváltás első éveiben, amikor hivatalnokokkal kellett szót értenie. Mai kollégái is ismeri kínosan pontos munkamódszerét, mindenre kiterjedő felkészültségét. Kérlelhetetlen igényessége elsősorban önmagával szemben nyilvánul meg. Az önkritikus aggodalom legyőzését jelenti, amikor, ahogy meséli, premier után végre utolsónak érkezik meg öltözőjéből az ünneplők közé. A kaposváriság egyik jelképe ő, noha hosszú ideje Pesten dolgozik már. Mindent képes eljátszani, és mindent el is tud játszani. Okossága, ami a legjobb rendezőket sosem zavarta, ha kell, varázsütésre olvad el egy-egy leépült figura kedvéért. Raktárában élére hajtogatva áll minden, ami egy alap megépítéséhez szükséges, s ha valami nem lenne ott, megkeresi, és meg lesz az is. Hatalmas készlettára talán annak is köszönhető, hogy nem töröl. Fájón és hibátlanul emlékszik mindenre, ami vele valaha is történt. Lehet, hogy megbocsát, de feledni nem fog, mert nem tud. Akire ránéz, azt óvatatlanul föl is méri, látszik bármely szelídnek a pillantása. Megítél, és közben megörökít. Gyermekeim gyerekkorában fuk, hősé válása, unokáink estéibe bogyó és babóca számos, lélekes szóval megikál a elmesélt kalandja érkébe, neki köszönhetek. Hangja a haza egy része, viszik maguktól a külföldre menő. Ha visszajönnek, miatta is jönnek vissza. És akkor majd látják, hogy itt van, megvan, színpadon van, csodás szakmai teljességben.
megérni, mert az emberről olyanokat mondanak el, amit ő nem is gondolt volna. Meg hát olyanokat tudhatok meg magamról, amit sose számoltam össze, soha nem összegeztem. Az az igazság, hogy tényleg egy 54 évet tartó pálya végén azt tudnám mondani, hogy ez alatt az 54 év alatt nem ért nagyobb meglepetés, mint ez a díj. Tehát én amikor ugye a Kossuth díjat sikerült egyszer csak megkaptam, akkor nem voltam annyira elájulva, egyszerűen már öregnek is tartottam magam hozzá, meg nem, de ennél nagyobb meglepetés, mint a kritikusok életmű díja, ez erre nem tényleg nem számítottam. Nem is éreztem soha, hogy a kritikusoknak kicsit is kedvezték, kedvesnek. Sokkal többet pászoltak, mint a kérdezik. Tehát tényleg azt tudnám mondani, hogy 1973-ban, amikor csipogó, pöttyögő, taknos kislány létemre Zsámbéki Gábor rámosztotta a Shakespeare hatacikébe Rosalindát, az volt talán ekkora meglepetés, amire olyan értékben nem számítottam, hogy és hát végül is tényleg ilyenkor szokás, hogy kinek mit köszön az ember. Hát én azt hiszem, hogy a Komor István nevét szeretném elmondani, aki valaha igazgató volt Kaposvár, aki miatt el tudott indulni az egész változás, ami aztán tényleg mesévé nőtte ki magát a kaposvári műhely című mesévé. És hát később ide Zsámbéki Gábor, Bogarczy László, Sepp Tamás is, akiket itt felsoroltam, és még sokan mások. De azt is köszönöm a pályának, a sorsnak és a pillanati társulatomnak, hogy nem mellőzött és fölöslegesnek érzett pálya vége nekem, hanem egy komoly és munkával teli időszak. És még egy meglepetés ért ezen kívül. Az, hogy az ugyanakkor, amint annak ugye Rosalinda, hogy a Színművészeti Egyetem két fiatal alkotója, két dramaturg gyerek, kitalálták, hogy a Eszterházy Péter Rubens és a Nem Euklideszi Asszonyok című darabjában én játszom Rubenst. Nincs rá magyarázva. És hát ezzel együtt ugye Eszterházyt magát, aki fiala Fasnál négy napról is bele van késő az anyagba. Tehát most már ez a két óriási meglepetés között valahogy eltelt az asztalában. És még egyszer nagyon köszönöm.